kosaras emelőgép segítette a munkát, a Paksi Napsugár óvoda Vörösmarty utcai székhelyóvodában zajlott felújítás, a tető alatti szegély deszkákat festették le a szakemberek, továbbá megtörtént az épület tisztasági festése is. Itt a Vörösmarty utcai tagóvodánál is elég komoly beavatkozások zajlanak a tisztasági festésen túl, ugyanis még idén nyáron most is zajlanak a munkálatok, el fogják végezni a tisztasági festésen túl a klímaberendezések felszerelését, két új klímaberendezés kerül felszerelésre ebben a tagovodában, aztán egy belső irodahelyiségnek a víz szigetelése, vakolása valósult meg, vagy valósul meg ezen a nyáron. A tervek szerint folytatódik a Vörösmarty utcai székhelyóvoda felújítása, várhatóan a nyár végén kezdik meg a munkálatokat. A legnagyobb beruházás az pedig a homlokzatnak a teljes körű, a főhomlokzatnak a teljes körű felújítása lesz. Ugye az látszik szerintem mögöttem is, hogy nagyon rossz állapotban van a főhomlokzat. A felújítás során teljes mértékben le lesz szedve a főhomlokzatról a vakolat, ezt követően megtörténik a vízszigetelés, az utólagos vízszigetelés, azt követően pedig egy teljesen új homlokzatot fog kapni. Természetesen meg fogják őrizni a főhomlokzatnak a díszítő elemeit is, amelyek szintén láthatók szerintem mögöttem, tehát az ablak kereteknél található díszítő elemeket, tehát ugyanígy fog majd kinézni, csak hát ugye teljesen felújított állapotban lesz majd a főhomlokzat is. A nyár folyamán valamennyi önkormányzati nevelési intézményben végeznek karbantartási munkálatokat, illetve tisztasági festést. Van, ahol nagyobb beruházást hajtanak végre. Ilyen például a Kishegyi úti tagovoda udvar felújítása, ahol jelenleg is zajlanak munkálatok. Az intézményi beruházások mintegy 100 millió forint önkormányzati forrásból valósulnak meg.